Carter indult a Fogarasi 1600 méteres távon. Bácsboly Cassidynek nem igazán sikerül a startja. Az első néhány méter már most viszonylag jelentős hátrányban a többiekkel szemben. A szürke 3 éves kanca, Ricoletta kezd nagyon erősen, és egyelőre diktálja a tempót, de már mellé ér a favorizált Captain Fregat. Blokádot galopozik a harmadik pozícióban, két osszal követi őket Zoffinia, és az új tréningből került Aurora Borealis az, aki még tulajdonképpen versenyben van, amikor a mezőny elhagyta most már az üggető átjárót, és a Ricoletta egyelőre még mindig vezet nagyjából egy hosszal Captain Fregattal szemben. Belül Ricoletta, mellette Captain Fregat, Blokád viszonylag jól tartja magát mögöttük, bár hátrány egyre nagyobb most már a vezető kettőssel szemben, tehát Blokád, Zoffinia és Aurora Borealis ketté szakad a mezőny, a Ricoletta és Captain Fregat nagyon-nagyon elmennek, de még mindig azért jócskán van hátra, nagyjából 600 méter. A Ricoletta mellé a kanyar végén most már teljesen egyértelműen felsétál Captain Fregat, és a befutóra fordulva át is veheti majd tőle a vezetés. Blokád, Zoffinia és Aurora Borealis küzdhetnek majd a dobogós helyezésekért, talán még a másodikért, mert Ricoletta egyértelműen kezd fáradni. Captain Fregat az élen, de azért Captain Fregat mögött jönnek a többiek. Aurora Borealisnak van óriási momentuma, Blokád és Zoffinia is viszonylag közel. 300 méter van hátra, Blokád megtámadja Captain Fregatot, bent a falon pedig jön lépésről lépésre. Aurora Borealis a favorit, bajban van. Captain Fregat vezet, de nagyot kell küzdenie. Aurora Borealis nagyon-nagyon komoly ellenfél. Aurora Borealis új istállóba került, és szorongatja a favoritot. Captain Fregat azonban kivédi ezt a romot. Captain Fregat, Aurora Borealis és Blokád az első három helyen. Zoffinia lesz a negyedik, a Ricoletta és Bácsboly Cassidy.